A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozata a tagjai révén, sőt, más tagozatok tagjai révén is jelen van, habár intézményesen nincs jelen ezen a Nemzetközi Könyvfesztiválon. Hadd említsem meg a könyv megjelenéseket, hiszen ezek a legfontosabbak, de a könyv megjelenésekhez kapcsolódnak dedikálások, kapcsolódnak különböző könyvbemutatók. Mindenek előtt tegnap volt Jókai Anna Ne féljetek című regényének a 25. kiadása megjelenése alkalmából egy ilyen ünnepi dedikálás, ahol virággal köszöntöttük az nagy sikerű könyv megjelenése alkalmából az írónőt, a Kossuth Díjas, Prima Primissima Díjas írónőt, és ugyancsak a dedikálás lesz ma a képzőművészeti tagozat vezetője, Szemadám György számára. Ő a Szép Halom könyvműhelynek, az általam vezetett kiadónak régóta szerzője, és a könyvei, a Vándorok könyve, a Családtörténet, az Emlékkönyv, amely egy csomó képzőművészeti rendezvénynek a bemutatóját foglalja magába, nagyon szép képanyaggal ezek mind kaphatók most nálunk, de hát a Madarász könyve is, ugye ő neves ornitológus is. De még említeném a nemzetközi események sorában, hogy az általam vezetett Szép Halom könyvműhelynél megjelent két Finlandia díjas írónőnek, finn írónőnek a regénye, mindkettőnek a könyvbemutatója remélhetőleg nagy sikerű esemény lesz. Nagyszerű könyvek ezek, mind Róza Lixom, a 6. számú Fülke című könyve, aminek már nagyon szép recepciója is van egy évvel ezelőtti megjelenése óta, és most itt van vendége a könyvfesztiválnak, Róza Lixom. Másrészt pedig új kiadványunk Ulla Lena Lindbergnek a Jég című regénye, ami azt hiszem, hogy komoly eseménye kellene, hogy legyen ennek a Nemzetközi Könyvfesztiválnak. Vasárnap 15 órakor kezdődik a könyvbemutató. Mindkettőt Jávorszky Béla fordította, és mindkettő hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar irodalom kitekintése a nemzetközi irányzataira, eredményeire az irodalmi életnek tágasabb és szakszerűbb, és talán olvasói szempontból pedig biztató legyen. Aztán a Magyar Napló kiadónál megjelent az én prózakötetem is egy hónapja, Ismernek téged címmel, úgyhogy én is dedikálni fogok. Hát ez a könyv két nagyobb félből, részből áll. Az első része az egyfajta családomhoz kötődő történetekből készült kisregény, meg több nagyobb elbeszélés. Ez a 40-es, 50-es évek, 60-as évek elején játszódik, tulajdonképpen az én gyerekkoromnak a világát idézem föl, de visszatekintek természetesen azokra az emberekre, akik a családomban körülvettek, a nagyszülőkre, az édesanyára, édesapára. Tehát valami módon a 20. század kezdetéig visszanyúlnak ennek a történetsornak a gyökerei. A második részben az Ismernek téged című kisregényben, viszont a 60-as évek végének a világa bontakozik ki, amikor én is pályakezdő voltam, és amikor hát egy egész más politikai és társadalmi környezetbe, másféle, de ma is értelmezhető nehézségek és buktatók közepette indultak a fiatal generációk.